általános iskola negyedik osztályában kezdődött, amikor ott felénk a srácoknál elkezdődött ez a rollermánia. Na akkor, akkor nagyon menőnek számított az, hogyha rollere van az embernek. Hát én is vettem egy összecsukhatósat, és akkor kimentünk menőzni. És akkor kim voltak a BMX-esek, alapból megtetszett az a közeg, hogy húzzák egymást. Először rettentő félelmetes volt. Igazából onnantól kezdődött el az én BMX-es karrierem, mikor felkerültem Miskolcra suliba, akkor már volt egy BMX-em, viszont rendkívül amatőr kategória és rossz állapotban is volt, mert én eddig csak gurulgattam vele, utána az ottani osztálytársaim már nyomták ezt a sportot, kicsikét komolyabban, és hát rávettek, hogy eljöjjünk ide a faktoriba, akkor még nem más volt a pálya elrendezés. Egy hatalmas indító volt, amikor a tetején voltam, így úristen, annyi. Ha innen lemegyek, nem biztos, hogy hazamegyek. De aztán sikerült lemennem, és itt vagyok. Kicsikét több tapasztalattal tudom már azt mondani, hogy tudom, miket néznek a versenyen. Pályakihasználást, stílus, dinamikát, ezeket nézik. Rendkívül nehéz dolog, hogy egy percig dinamikus kört kell menni a pályán, úgyhogy kihasználom közben az elemeket. Ez hatalmas energiabefektetés. Kedvenc trükkjeim igazából a vászpörgetés. Azt nagyon szeretem. Az volt az első, amit meg akartam tanulni. Hát nem az első trükköm lett végül, viszont annak lettem a speciális embere, mert igazából szerintem a leglátványosabb trükk. Emellett nagyon nagy technika és összpontosítás kell hozzá. Viszont szeretem a stílus trükköket is, amikor szállni kell, kinyújtózkodni közben. Viszont az úgy igazi technikás trükkök, a footjamek, footjamvászpörik, KPT-ből footjam, az ilyenek is ott vannak, csak kicsikét háttérbe szorulnak. Viszont azokat is nagyon szeretem. Az a baj, hogy a legtöbb ember, akik külső szemmel nézik ezt a sportágat, azok úgy állnak hozzá, hogy jaj, fiatalság, bolondság, jaj, úgyis szuicid hallom, a gyerek akkor úgyis kinyírja magát. De nem, igazából ez a sport, ez rendkívül összetett, és az a baj, hogy a legtöbb ember az nem úgy látja ezt a sportágat, mint ahogy mi, akik benne vagyunk. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett sportág, ez nem abból áll, hogy kimegyek egy nap, és akkor elkezdem, ugrálok, és akkor hú, egyik napról a másikra világbajnok vagyok, hanem ehhez nagyon sok szorgalom kell, kitartás, és nem akkor kell kitartás, amikor kim vagyok a pályán, és nyomom, és nyomom, és nyomom, hanem miután egy baleset megtörténik, akár egy ficam, törés, vagy zúzódás, olyankor kell nagy lelki erő, hogy utána megfogni a kormányt, és ugyanúgy megpróbálni 10.000-szer, 11.000-szer ugyanazt a trükköt azért, hogy fejlődjünk. Hiszem azt, hogy a BMX az igazából az érzelmek sportja, mert amikor fönt vagy az indítón, és per pillanat ez velem történt meg, a versenyen egy pillanat kikapcsoltam teljesen. Bemondták a nevemet, hogy indul a köröm, mély levegő, kifújtam magam, és ahogy megindultam, csak hagytam, hogy amit a zene
nyomom az ütemre, amit éreztem, és lényegében egy hibátlan kört hoztam össze. Ez egy rövid élettartamú sportág. Itt általában a srácok 9 évesen elkezdik, és 21 évesen abba hagyják, mert igazából véget ér a suli, kevesebb ideje lesz rá, elkezdődik a munka, és így az utánpótlás az limitálva van. Na hát én a Faktorival meg a Harley Shoppal közösen elindítottunk egy ilyen edzés tanfolyamatot itt benn a parkban, amiben a újoncokat én edzem ki, hogy utána tudjanak menni versenyre, akár valaki csak azért jár el az edzésre, hogy kikapcsolódjon, valaki tanul jobbnál jobb trükköket, és eddig elég pozitív volt a visszajelzés.